Önök a Telena magazint látják, Deli Kinga vagyok, köszöntöm nézőinket. Lássuk, mit kínálunk a következő percekre. 184 millió forintot nyert útfejlesztése Tolna városa. 10 gömbakácot telepítettek Tolnamözsön. A továbbtanulásban segíti diákjait a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Újra volt Gabona Babona a Tolnai Magházban. Karácsonyra hangolódott a vándorló szépkorúak baráti köre. Összesen 184 millió forintot nyert Tolna város önkormányzata utak és járdák rekonstrukciójára. Többek között megújul a Pajta tér, a Bartók Béla utca egy szakasza, illetve az Ötvös utca is. Appelshofer Ágnes polgármester elmondása szerint a következő év első felében az útfejlesztésre fektetik a hangsúlyt. A 2022-es év többek között az utak korszerűsítéséről fog szólni Tolna városban, ugyanis a település képviselő testülete részt vett az Út a jövőbe című rekonstrukciós programban. Ugyan igyekszünk akár önerőből, akár pályázati forrásból folyamatosan a városban lévő utak és járdák állapotát javítani, de azért tudjuk és éreztük, hogy ebben vannak restanciáink, és sokkal több utat és járdát kéne felújítani, mint amennyire forrást tudtunk szakítani az elmúlt években. Ezért augusztus végén a képviselőtestület döntött arról, hogy elfogad egy úgynevezett Út a jövőbe út és járda rekonstrukciós programot, aminek nyomán megterveztettünk olyan utcáknak, olyan forgalmas utcáknak és nagyon rossz állapotban lévő útburkolattal rendelkező utcáknak a rekonstrukciós tervét elkészítettük, és benyújtottuk a kormányhoz, hogy szeretnénk erre forrást kérni, és december 3-án jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy Tolna város önkormányzata, illetve hát a város nyert 184 millió forintot összesen utak és járdák rekonstrukciójára. Miközben ennek az összegnek a pályáztatását, illetve a kivitelező kiválasztására folyó eljárást megindítottuk, és vélhetően a képviselőtestület csütörtök ülésén döntést fog hozni arról, hogy milyen eredménnyel zárult ez a közbeszerzés. Addig is azt kell tudni erről, hogy itt ezt a bruttó 184 millió forintot utak és járdák megújítására fogjuk költeni. A tervek szerint több útszakasz, illetve járda is megújul majd. Történetesen Tolnán az egészségháztól járdát építünk egészen a kápolnáig. Itt térköves járdáról van szó, illetve Mözsön a Szent István utcába, egészen a Malomtól a Versegi sarokig, tehát egy elég hosszú szakaszon, nagyon rossz állapotban lévő járda van mindkét területen, tehát igen-igen ráfér egy kicsit a felújítás, és nagyon lelkesek az ott élők. Már nagyon régóta vágynak erre, és nyilván nagyon, nagyon örülnek annak, hogy ez meg tud valósulni. És utcákat is igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a legrosszabb burkolattal rendelkező úttestek felújítására gondoltunk. Többek között felújítják a Pajta teret, a Bartók Béla utca egy szakaszát, illetve az Ötvös utcát is. A polgármester szerint az előző évekhez képest ez lényeges haladást jelent. Ez egy nagyon nagy dolog. Hozzáteszem azt is, hogy ebben az évben valósult meg két körben a belügyminisztériumi pályázatból utak rekonstrukciója, tehát a tavalyi forrást is, és az idei forrást is ebben az évben használtuk fel. Tehát mondhatom azt, hogy ez az év, és vélhetően van a jövő év első fele, vagy első negyede, a járda és útépítésről fog szólni a városban. 10 gömbakácot ültettek el Sad György népfőiskola tagjai Tolnamözsön. A kezdeményezés célja nem csak a zöldítés volt, hanem hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelemre és a környezettudatosabb életre. A projekt megvalósítására állami pályázaton nyertek forrást. Lelkes önkéntesek készítik elő a terepet a faültetéshez Tolnamözsön. A Sad György népfőiskola tagjai gömbakác csemetéket ültettek el a településen. A Sad Györgyről azt kell tudni, hogy ő volt a faluban talán az utolsó névtanító, és a sok-sok tevékenységek közül kiemelve azt, hogy ő rengeteg fát, bokrot, cserjét ültetett a faluba, és gyakorlatilag ő honosította meg itt a gömbakácot, azért mi most 10 darab gömbakácot fogunk elültetni.
és hát reméljük, hogy jó példával járunk itt a faluban, és lesznek követőink majd, akik követik ezt a példát, és egy-egy fát majd elültetnek a faluba ezentúl. Úgyhogy ez volt vele a cél. Gyakorlatilag a fenntarthatóság jegyében is egy kicsit, ha a népfőiskola abba gondolkodik, a környezetvédelembe, úgyhogy ez mind-mind megfelel nekünk, a mi profilunkba pont passzol, és azért gondoltunk, hogy most fát ültetünk. Az Egyesület állami pályázaton nyert el támogatást a projekt megvalósításához. Céljuk nem csak a gömbakác újratelepítése és a zöldítés volt, hanem a környezet tudatosabb életre való figyelemfelhívás is. Egy 8 településén fogunk elültetni összesen 80 fát, úgyhogy ez most a Mözsi állomás, és itt most 10 fa kerül elültetésre. Előzőleg polgármester asszonnyal, Aperszofer Ágnessel leegyeztettük, hogy itt fát szeretnénk ültetni. Ezt követően a városgazdálkodáshoz fordultunk, ahol Klein Antal kijelölte nekünk azt a helyet, ahova ültethetünk. És mivel azt szeretnénk, hogy ezek a fák megmaradjanak az utókor számára, ezért természetes volt számunkra, hogy a ház tulajdonosokat is megkérdezzük, pontosan azért, hogy majd egy picit őrizzék, meg becsüljék meg ezt a fát, egy picit gondozzák, majd ha arra kerül a sor. Úgyhogy csak oda ültetünk, ahol a tulajdonos szívesen látja a fákat. Mi szeretnénk a lakosságot arra kérni, a vállalkozókat, más civil szervezetet, mert Tolnánál nagyon sok civil szervezet van, hogy csatlakozzanak ehhez az akcióhoz. Manapság már egy fa elültetése is nagyon sokat jelent. Ezért az Egyesület arra kéri a lakosokat, hogy kövessék a példájukat, és ültessenek fát, hiszen aki fát ültet, az hisz a jövőben. Most rövid reklám következik, majd a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium pályaorientációs napjáról számolunk be. Hamarosan folytatjuk, maradjanak velünk! Ismerjék meg a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 2022-23-as tanévre tervezett képzési formáit. 6 évfolyamos osztályunkban emelt óraszámú angol vagy német nyelvi képzés. 4 évfolyamos képzésünkben emelt óraszámú angol vagy német nyelv. Továbbá választható humán, reál vagy sportspecifikáció. Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Remény és jövő. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Békés, meghitt karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk valamennyi ügyfelünknek. Ne feledje, jövőre is a már megszokott magas minőségű szolgáltatásokkal és alacsony árakkal várja önöket Tolnán, az Antal Service Kft. A Fasztron több évtizede Tolna megye egyik legnagyobb munkáltatója. Meglévő kapacitásunk bővítése céljából keresünk új munkatársakat a következő szakmunkákra. CNC gépkezelő, marós, tancoló és élhajlító gépekre.
fémipari tapasztalattal rendelkező gépkezelő, lakatos, betanított lakatos, hegesztő, üzemtechnológus és szerelő, amit kínálunk. Pozíciótól függő órabér, műszakpótlék, bónusz, úti költség támogatás. Jelentkezés és bővebb információ a karrierkukac@fasztron.co.hu e-mail címen, vagy a 74 540 313 20 241 77 17-es telefonszámokon. Címünk 7130 Tolna, Gém utca 1. Bár csak egy napra, de visszatértek az öreg diákok a tolnai Szent István Katolikus Gimnázium falai közé. Az intézmény ugyanis pályaorientációs napot szervezett. Az iskola így szeretné segíteni a diákjait a továbbtanulásban. A gyerekek többek között megismerhették az egyes főiskolai, illetve egyetemi képzéseket, továbbá azt, hogy utóbbi elvégzését követően milyen lehetőségeik lesznek a munkaerőpiacon. A tolnai Szent István Katolikus Gimnázium minden évben megrendezi a pályaorientációs napot, melynek célja, hogy segítse a végzős diákokat. A program során a tanulóknak lehetőségük volt választani a különböző előadások közül, amiket egyébként az intézmény egykori diákjai tartottak, akik még egyetemi hallgatók, vagy nemrégen fejezték be a tanulmányaikat, így már a munkavilágáról tudtak beszámolni. 2015-ben végeztem, utána pedig a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar jogász szakán tanultam tovább, és tavaly végeztem, tehát frissen egy éve dolgozom, és azt gondolom, hogy nagyon sokat jelentene, ha így visszagondolok, hogyha én a végzős éveim alatt találkozok testközelből egy olyan diákkal, aki éppen nemrég, vagy éppen most tanul egyetemen, és kicsit bevezetett volna abba a világba, ami az egyetemen történik, ami az egyetemi életnek a lényege, hiszen a gimnáziumi tanulmányok után úgy gondolom, hogy nagyon furcsa és szokatlan a tanulóknak, hogy a gimnáziumi élethez képest mekkora szabadságot kapnak, mennyivel önállóbbaknak kell lenniük hirtelen. Kijönnek innen, ahova reggel 8-kor be kellett járni minden nap, és bekerülnek egy olyan létbe, ahol ezt senki nem követeli meg tőlük, és mindent önállóan kell megcsinálniuk. Link Réka a média és kommunikáció szakról mesélt a tanulóknak. Kommunikációs médiatudomány szakról tartottam előadást, amit én a Budapesti Gazdasági Egyetemen tanulok, úgyhogy így inkább ebbe az irányba vittem a dolgot. Beszéltem pontosan arról, hogy milyen ez az egyetem, milyen tantárgyak vannak, milyen a szak, illetve így igyekeztem azért gyakorlatív információkat is elmondani arról, hogy például hova lehet elhelyezkedni, illetve hogy milyen az egyetemi élet. Tagja vagyok a színjátszós csoportnak is, így érdekel az egész, meg Rékát is ismertem, és gondoltam, miért is nem. Jobban ez a művészeti ág felé kacsingatok, de benne van ez a kommunikációság is. Nagyon élveztem, tényleg így gyorsan elment, tök jó, hogy ilyen részletes volt. Kapcsolatokat kiépíteni, beleintegrálódni a gyár mindennapjaiba. Akiket a mérnöki képzés érdekelt, őket Károlyi Gergő várta, aki jelenleg üzemmérnökként dolgozik egy multinacionális nagyvállalatnál. Nagyon sok szorgalom, motiváció, alázat és kapcsolatok. Jó együttműködés, csapatkészség, és ez mindenképpen nagyon fontos, hogy az ember egy nagy cégnél, mint mérnök érvényesülni tudjon, illetve a tanulmányait sikeresen időben elvégezze. Sokszínű kihívásokkal teli. Az iskolapad nem minden esetben készít fel rá sajnos, de ez a szépsége a szakmának, hogy problémákat kell megoldani, alkalmazkodni kell, és csapatként kell dolgozni. Tetszett, nagyon jó volt, mert szerintem igazából sok extra információt tudtam meg nem csak az egyetemről, hanem az egyetemi életről is. Viszont az elektronikus útról nekem annyira nem jön be, most van, aki nyilván gépet az órára és az egyetem, vagy nem is ütemben, hanem átkezdje tabletje, még konkrétan tényleg az egyetemét és fizetbe. Wiesner Dalma az ELTE pénzügyi és számvitel hallgatója. Friss élményekről tudott beszámolni, hiszen tavaly végzett a gimnáziumban. Eddig élvezem, egyelőre az első fél évet nem tartottam olyan nehéznek, teljesíthető. Hát, még most jön a vizsgai időszak, pont most kezdődik, aztán nem érte kicsit még félek, hogy fog alakulni, mert ugye ez még új élmény. Olyannak ajánlom ezt a szakot, akit egy kicsit is érdekli ez a pénzügy számviteles világ, mindenképp, és szeret matekozni. Természetesen idén sem maradt ki, talán az egyik legnépszerűbb szak a pszichológia. Igazából
Én a biológia meg az angol párt szoktam tanácsolni, hogy ezzel felvételizzenek, mivel így már az első években is nagy hangsúlyt kap ez a két dolog, és igazából folyamatos tanulás kell hozzá, hogy az ember nem maradjon, nem gondolnám, hogy teljesíthetetlen, szóval, de azért készülni kell mindig folyamatosan. Most vagyok végzős, tehát 5. éves, és én ezután doktorálni szeretnék majd megkutatni még egy kicsit, aztán pedig a szakképzést megcsinálni. Most fejlődés és klinikai pszichológiát tanulok, úgyhogy majd a gyerek pszichológiával szeretnék foglalkozni így a továbbiakban. Empátia mindenképpen, meg egyfajta érdeklődés, egy olyan odafordulás az emberek felé, hogy tényleg kíváncsi legyek rájuk, hogy mi az ő problémája, vagy hogy tudok nekik segíteni, de hogy az elsősorban a kliensekről szól, nem rólunk. Megvannak az előnyei, meg a hátrányai is, szerintem összességében egy hálás feladat, de hogy vannak olyan kihívások, amiket sok tapasztalattal is nehéz megugrani. Az iskola legfőbb célja, hogy a diákok a lehető legjobb eredményeket érjék el a közép- és emelt szintű érettségi vizsgán, illetve hogy a választott pályán sikerrel vegyék majd az akadályokat. Megtartotta hagyományos Lucca napi kézműves foglalkozását a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár. A résztvevők búzát ültettek, és közben meghallgathatták, milyen néphiedelmek tartoznak még december 13-ához. A Gabona Babona nevű rendezvényen szaloncukrot is készíthettek a megjelentek. A Tolnai Magházban fontosnak tartják a tradíciók és babonák megőrzését és továbbadását. Emiatt idén is megtartották a már hagyományosnak számító Gabona Babona nevű rendezvényüket, amit általában a Lucca naphoz legközelebb eső szombaton szerveznek meg. Lelovics Lili elmondta, nagyon szeret kézműveskedni, és amikor csak lehet, eljön ezekre az eseményekre. Voltunk kézműveskedésem, voltunk mézes kalács csináláson a barátnőmmel, és még szoktunk jönni ide, mert anyukám itt a gimiben dolgozik, és szoktak lenni itt bulik. Lili azt is elárulta, miért várja legjobban a karácsonyt. Oda mássunk a mamához, és ott együtt lássunk. Simon Judita két unokájával látogatott el a magházba. Majdnem minden programon itt vagyunk. Az összesen itt vagyunk, és most nyilván az adventi készülődésben azért ez egy nagyon nagy dolog, hogy még ezt is szabad, vagy ezt is lehet csinálni, hogy állítólag majd mézes kalácsot készítünk, meg lesz egy kis közös sütögetés, mert el is ültettük egyébként a búzánkat, tehát ezeket a tradíciókat megőrizni, ez egy óriási dolog szerintem, hogy ezeket tanulják meg a 4 évesek is, vagy éppen a 9 évesek, nem tudom, kik vannak még itt. És ők mindig nagyon élvezik az én unokáim, imádnak ide jönni. Hát egyébként is minden ilyen rendezvény, amit itt látunk, hogy itt megpróbálnak a magháznak a munkatársai biztosítani, az mindig valami ünnepkörhöz kötődik, és ez mind nagyon jó. Tehát én úgy érzékelem, hogy ez nagyon nagy színvonal már, hogy végre ilyet is lehet, hogy családi program, és együtt lehet itt egy, akár most konkrétan én, mindjárt egy kicsit pillanat, konkrétan mondjuk egy mama is itt lehet, egy papa is itt lehet, tehát hogy ez szerintem egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és a színvonal is mindig nagyon jó. Szaloncukor és mézes kalács készítés is várta megjelentekre. Advent 3. vasárnapja előtt, így Lucca nap környékén szoktuk tradicionálisan megszervezni a Gabona Babona című rendezvényt. Ennek alkalmából szoktunk a gyerekekkel közösen Lucca búzát ültetni, és ehhez kapcsolódóan szoktunk még egy kis gasztronómiai rendezvénye is készülni a felnőtteknek, szülőknek és a gyerekeknek egyaránt. Szaloncukrot tudnak általában ilyenkor készíteni, kézműves szaloncukrot, illetve most mézes kalácsot fogunk ebben az évben még sütni. Az adventi programok keretében hirdettük ezt a rendezvényt is. Elsősorban családok és gyerekes szülők jelentkeztek, és elég nagy az érdeklődés. A szervezők arra is figyelnek, hogy a gyerekekkel megismertessék és megszerettessék a hagyományokat, népszokásokhoz fűződő babonákat. Józsa Jácint, az intézmény egyik művelődés szervezője elmondta, a gyerekek nagyon lelkesek. Ők nagyon várják az ilyen alkalmakat, nagyon szeretnek sütni, nagyon ügyesek, szeretnek tüsténkedni a konyhába, és tényleg nagyon kreatívak, tehát mindig kitalálnak valami új ötletet, amivel fel tudják dobni ezeket a süteményeket. Ez azért fontos, mert megismerhetik így
a néphagyományt, a karácsonyhoz fűződő szokásokat a gyerekek. A lucabúza ültetés közben is meséljük ennek a történetét, hogy hogyan kell gondozni a lucabúzát, mi a jelentősége, mi a jelentése, hogyha szép lesz a termés. Illetve egy jó családi program ez, ami összehozza a gyerekeket, szülőket itt a karácsony előtti időszakban. A Tolnai Kulturális Központ december 18-án is várja az érdeklődőket, akkor a helyi ifjúsági fúvószenekar ad adventi koncertet este 6 órakor. Jó hangulatban telt a Vándorló Szépkorúak baráti körének karácsonyváró ünnepsége, amit Tolnán a Magházban rendeztek meg advent második hétvégéjén. A város legaktívabb civil szervezeteként azt képviselik, amire manapság a legnagyobb szükség van. Összetartó, egymás segítő közösséget alkotnak. A rendezvényen a disznótoros ebéd után a baráti kör kórus a karácsonyi dalokat énekelt, majd késő estig tartó táncos mulatsággal zárták az ünnepre hangolódást. Ebéd után karácsonyi dalokkal szórakoztatták társaikat a Vándorló Szépkorúak kórusának tagjai. Idén is megadták a módját az ünnepre hangolódásnak. A baráti kör már harmadik alkalommal rendezi meg a karácsonyváró összejövetelét azzal a céllal, hogy ünnepi hangulatot teremtsenek azoknak a társaiknak, akik egyedül töltenék a karácsonyt. Öröm a Vándorló Szépkorúakhoz tartozni, mert emberi, szerető és baráti a társaság, mondta ezt Szentes Nándor, aki a kezdetek óta a baráti kör tagja. Ugyanis olyan csapat gyűlt össze itt ebbe a Vándorló Szépkorúakba, ahol tele vannak művészekkel, igazi szakmunkás mesterekkel, a prima szakácsokkal és ilyen vendéglátósokkal, akik segítenek egymásnak. És ebben a csapatban azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon sikeres vezetőink vannak. Többek között három személyt emelnék ki. Az egyik a szóvivőnk, aki mindig közreadja, hogy milyen program lesz. A másik, akit úgy hívnak, hogy Nagy Fehér, ez a Zsinka János, mert ő tele lelkesedéssel, és állandóan kell neki mindig újabb és újabb programokat szervezni, és ez neki mindig sikeres, mert ő olyan alaposan jár hozzá a dolgokhoz, mert az ő szakmája kőműves, és a Paksi Atomerőműnél magas darú kezelő volt, és ezt a magas darú kezelőt emelném ki, mert ugye ott fölülről látják a dolgokat az emberek, és ő ezt nem használta ki, hanem alulról a nép szintjén szervezi a dolgokat, de olyan határtalan lelkesedéssel, ami szinte csodálatos. És végül a feleségét emelném ki, aki ennek a csapatnak a háti asszonya, aki egy kicsit rendező, hogy egyensúlyban legyen minden, és ezt ő nagyon ügyesen csinálja. Rül Gizella másfél éve csatlakozott a baráti körhöz. Egy nagyon-nagyon összetartó és igazi családi baráti társaság a Vándorló Szépkorúak, és azt hiszem, hogy öröm közéjük tartozni. Olyan másfél éve vagyok kapcsolatban, két éve a csapattal, de egy nagyon jó érzés itt lenni, és ilyen kedves emberek között lenni. Népes csapat vett részt a karácsonyváró ünnepségen, összesen 55-en jöttek el, hogy eltöltsenek egy tartalmas, élményekben gazdag napot társaikkal. De az év többi részében sem unatkoznak, rendszeres programjaik vannak, ezekről is beszél Zsinka János, a Vándorló Szépkorúak Nagyfehér főnöke. Az idei év nagyon jó telt, amikor már feloldottak mindenféle korlátozást, egybű a megszokások havi fürdés, Tamásiba, sajnos a Tamási, hogy volt a tragédia, most átettük a székhelyünket Szigetvárra. Azóta már kétszer voltam Szigetvárra, a nyáron voltam kétszer Kiskunhalason, egy nagyon-nagyon szép kirándulást tettünk, egy napot töltöttünk el Kiskunhalason, Kiskunhalas nevezetességeit megnéztük. Augusztusban el voltam, minden évben elmegyünk Mária Gyűdre, a zarándoknapra. Augusztus utolsó hetében van a zarándoknap, ott voltunk, el voltunk, kisfejként voltunk a székhelybúcsón, személyesen találkoztam a püspök úrra, nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy tudtam vele találkozni, és így telik a napunk. Jövőre nagyon nagy terveink vannak, ugyanúgy már megvan az időpont, hogy január 26-án megy a csoport megint Szigetvárra, és akkor majd februárban, amikor lesz a farsang, ha a vírus helyzet, a pandémia azt megengedi, akkor már február
utolsó hétvégén, amikor a farsang lezárulna, akkor egy nagyszabású farsangi mulatságot tervezünk, akkor az fog lenni, és akkor utána megjönnek a jó idők, a tavasz, megjön a természet újra ébred, és akkor mink is újra ébredünk, és nyakunkba veszünk a világot, megyünk kirándulni, és jövőre lesz a csoport 5 éves. Június 17-én lesz a csoport, hogy 5 éve, hogy alakult, és akkor egy nagyszabású ilyen jubileumot tervezünk. Sok-sok meghívott vendége. Zsinka János azt is elmondta, hogy a jövőben is ugyanabban a szellemiségben töltik a mindennapokat, mint amit az adventi gyertyák szimbolizálnak. A hit, a remény, a béke és a szeretet a társaság hitvallásának alappillérei. Talán ezért is jó közéjük tartozni, mert ahogy ők mondják, egy baráti szó és egy támogató közösség többet ér mindennél. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!